Az 1960-as években mért kutatási adatok szerint a felnőtt lakosság 18%-a volt rendszeres olvasó, ami havi egy könyvvel olvasását jelenti. Ez a szám már a 7%-ra esett vissza. A felmérések azt mutatják, hogy a kisgyerekek még szívesen vesznek kezükbe könyvet, ám a lelkesedés középiskolás korra eltűnik. Itt lép be viszont a könyvtáraknak a szerepe, hogy ezzel a korosztállyal kiemelten igyekszünk foglalkozni. Ebbe beleértve azt is, hogy például van lehetőség, ott nem csak gyerekkönyvtár van, meg nem csak felnőtt könyvtár, hanem a kettő közötti űrt, a már nem gyerek, de még nem felnőtt kategóriát, tehát az ifjúságot igyekszünk megszólítani, és például olyan olvasói teret kialakítani, ahol kuckósodhatnak, ahol máshogy foglalkozik velük a könyvtáros, tehát nincs ez a nagyon merev rendszer, mint ami régen volt. Először 2005-ben végeztek vizsgálatot arra nézve, hogy a világháló hogyan befolyásolja az olvasási szokásokat. A tapasztalat azt mutatja, az elektronikus eszközök átveszik a könyvek szerepét. A lakosságnak kb. Egy olyan 60-70%-a az, aki olvas valamilyen formában, tehát akiket olvasónak tekinthetünk, úgyhogy ha bármilyen eszközön, bármilyen formában ő ezt a tevékenységet végzi egy nap folyamán. A könyvtárak hagyományos szerepe átalakulóban van, egyre inkább közösségi térré válnak. A különböző jó gyakorlatok az olvasók megnyerésére közös feladat, ezt szolgálja az Én Könyvtáram program is. Több mint 2 milliárd forint szántak arra a pályázat kiírói, hogy a legjobb gyakorlatokat gyűjtsék össze a könyvtárak és a múzeumok ki a saját területén, és nyilván annak az átfedéseit is jól lehet értelmezni. De az elkövetkezendő évek során számos olyan lehetőség lesz a könyvtárak előtt, amikor a nem formális képzésnek a lehetőségeit ragadják meg, teremtenek meg olyan fajta alkalmakat az élethosszig tartó tanulás különböző formáira, amiben a legjobb lehetőségeket összegyűjtött nagy projekt keretében lehet majd válogatnunk. Liphauser János véleménye szerint a mostani program eredményessége a befejezése után világlik majd ki, amikor a jó gyakorlatokat a különböző méretű könyvtárak fel tudják majd használni a pedagógusok és a civil szervezetek számára.